Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pintér Blanka a Hit Rádió műsorában. Mai vendégünk Héja Csaba, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának szenior elemzője. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Mi köszönjük a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat. Mint ismert, a kormány 2021 őszén döntött arról, hogy élelmiszer árstoppot vezetnek be. Ezt folyamatosan hónapokkal hosszabbították, míg végül bejelentették, augusztus 1-től megszüntetik. Most, hogy már több mint egy hete megtörtént ez, hogy látja? Milyen hatással van ez az élelmiszer árstopp kivezetése a piacra? Magát azt, hogy az élelmiszer árstopp ki lesz vezetve, ugye azt már korábban bejelentette a kormány, tehát meglepetésként ez senkit nem ért. Másrésztről most jött el egy olyan pillanat, én úgy gondolom a mezőgazdasági élelmiszeripari árak tekintetében, amikor meg lehetett lépni azt, hogy ezt a 6 plusz 2 terméket, ami árstopp hatája alá esett, ezeket ki tudja a kormány a piacra vezetni, mert magát az árstoppnak az intézményét. A piacra olyan értelemben hatása most még láthatóan nem volt, hogy nem szaladtak el az árak. Tehát ha ezt a lépést a kormány valamikor korábban teszi meg, hónapokkal ezelőtt, akkor fennállt volna úgymond annak a veszélye, hogy egyik napról a másikra akár 20-40-50%-a megvágultak volna bizonyos termékek, mármint amik az árstopp hatája alá estek. Na most ez már most nem történt meg, ugyanis van egy másik eszköz is, amit emellé bevezettek, ugye ez a kötelező akciózásnak az intézménye. Azt a hasonlatot tudnám a leginkább ide emelni, hogy az árstopp, mint segítség a fogyasztóknak, az egy olyan intézmény volt, mintha satúfékeznénk az árakkal. És amik most jönnek eszközök, azok pedig olyanok, mintha egyébként motorféket használnánk, és szépen kigurulnánk egy sokkalta fogyasztói szempontok könnyedebb élelmiszerpiaci helyzetbe. Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban az említett kötelező akciózás, illetve a másik eszköz, az árfigyelő oldalak működtetése? A kötelező akciózás, ugye az a, mondjuk azt, hogy az alapkategóriák, tehát az már egy jó pár hete hatályban van. Az egyik eleme a kötelező akciózásnak az, hogy az adott terméket elmúlt 30 nap értékesítési áránál már 15%-kal olcsóbban kell értékesíteni. Ez az alap bevezetett intézmény, ez 20 termék csoportban kötelező, tehát ez azt jelenti, hogy például a baromfi húsok közül az egyes üzleteknek egy bizonyos terméket kell az értékesítési árnál 15%-kal olcsóbban adni. Az árstopp kivezetése után viszont még őszig, szeptember végéig az árstopp hatája alá eső termékeket a beszerzési árnál kell hetente egyet 15%-kal olcsóbban adni, illetve van még egy olyan kitétel, hogy nem lehet a beszerzési árnál magasabb az, amiért a fogyasztó a boltban az adott terméket megveszi. Az árfigyelő rendszer az szerény véleményem szerint egy talán nem odaértékelt intézkedés vagy eszköz, mint ahova kellene. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez egy régi adósság volt már, mert egy élelmiszer árösszehasonlító oldal, tehát ha megnézzük azt, hogy amikor felmerült annak a ötlete a szabályozó által, hogy ezt létrehozzák, és ameddig bevezetése került, ez egy nagyon rövid idő eltelt, tehát ennek a technikai feltételei ezek már adottak voltak. De így egyébként egyrészt transzparensebb lesz a vásárlás a fogyasztói oldalról, másrészt ugye egy érezhetően nagyobb versenyre fogja késztetni a élelmiszer kiskereskedelmi láncokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, amikor bejelentették, hogy kivezetik az árstoppot,
Az árstoppok megtették hatásukat. Augusztusban várhatóan már érezhető mértékben 15% körüli szintre csökken az infláció. Ez a trend várhatóan a folytatásra is fennmarad. Így évvégére a kormány szándékával összhangban egy számjegyű inflációs mutatókkal találkozhatunk. Láthatjuk, hogy már 17,6%-ra csökkent az infláció. Mire következtethetünk ebből? Igaza van ezek szerint Gulyás Gergelynek? Az árstoppok, igen, tehát az árstoppok azt a fajta hatásokat tudták megtenni, hogy a mi számításaink szerint 100-120 milliárd forintot hagyott a háztartásoknál. Ez a magyar élelmiszer kiskereskedelmi forgalomnak egyébként a 3%-5% körül lehet. Tehát azt, amiért ezt bevezették, azt megtette. Az infláció csökkenésével kapcsolatban az nagyjából már most tisztán látszik, hogy év végére bizonyosan el fogjuk érni, ha nem történik olyan esemény, bizonyosan el fogjuk érni az egyszámjegyű inflációt. Ez az általános inflációs mutatóra is igaz, és egyébként azon belül az élelmiszer inflációs mutatóra is igaz. Mi számításunk előrejelzésünk szerint decemberre egy 5-8% élelmiszer inflációs mutatót várhatunk. Na de hát ugye mi is az élelmiszer inflációs mutató, és miért tud egy számjegyű lenni végére, amikor tavaly decemberben még 40% fölött járt. Hát egyrészt azért, mert a mezőgazdasági nyersanyagok ára bizonyos esetekben akár felére is esett, itt gondoljunk egyébként a gabonákra. Emellett a élelmiszergyártásnak a költségei, mégpedig gáz, villamosenergia, ezek ára szintén a 2021 évvégi szintre estek vissza, tehát körülbelül arra a szintre egyébként, mint amilyen költségszinten gyárthatták azokat a termékeket, amik az árstopp hatája alá kerültek, és hát ugye az árstoppos ár az ugye az október 15-i áron volt rögzítve. Tehát elvileg valahova oda kellene visszatérnünk, hogy a normál piaci folyamatok között a 22 év elejé első negyedévi élelmiszer árakat kell a fizetnünk a boltban. És hogy még egyszer, miért is tud egy számjegyű infláció lenni? Egyrészt azért, mert havi alapon egyébként Európában az egyik legalacsonyabb átárazásunk van, sőt, nálunk egyébként konkrétan csökkennek is az élelmiszer árak. Tehát a havi alapon azt értjük, hogy a legfrissebb mutató szerint júniusról júliusra 0,9%-kal csökkentek az élelmiszer árak. Tehát ez azt jelenti, hogy júliusban közel 1%-kal már olcsóbb volt bevásárolni. Illetve majd év végén, amikor a decemberi-novemberi inflációs mutatót fogjuk vizsgálni, akkor már egy sokkal magasabb tavalyi értékhez fogunk viszonyítani, és ez mind abban az irányban mutat egyébként, hogy tényleg érezhetően az élelmiszer infláció lassul. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter írta a következőket közleményében. Brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések, az akciózás és az online árfigyelőrendszer rendkívül hatékonyan és sikeresen működik, mert öldöklő versenyt indítottak el az élelmiszerkereskedelmi piacon. Ez pedig egyre lejjebb és lejjebb szorítja az árakat. Valóban ezen intézkedések hatására történik ez? Ezen intézkedések is hozzájárulnak ehhez, tehát ezek tényleg versenytélénkítő intézkedések, viszont azt is látni kell, hogy maradjunk a tényeknél, hogy az élelmiszer kiskereskedelemnek és az élelmiszeriparnak az értékesítési volumene 2023-ban kétszámjegyűre csökkent. Tehát azt a magas inflációt, hogy mi 2023. januárjában több mint 45%-kal drágábban tudtunk bevásárolni, mint egy évvel korábban, az oda vezetett, hogy a háztartások elkezdtek lefelé vásárolni, nem ettek kevesebb élelmiszert, csak mondjuk lenyúltak saját márkás termékekért, tehát ezt a kereskedelemben lefelé vásárlásnak nevezik. Szóval ezen tényezők is hozzájárultak, de ez elvitathatatlan egyébként, hogy a kötelező akciózás és az már általam említett online árfigyelő rendszer szintén a versenyt érintik.
A növekvő üzemanyagárak milyen hatással lehetnek az élelmiszer árakra? Magukban a mezőgazdasági árakban, mert hogy mennyit termékpálya szemlélet szerint, mert amíg a boltba eljut az élelmiszer, addig ez végigfut egy vertikumon. A mezőgazdasági árakban nem fog érződni. Az élelmiszeripar és a kiskereskedelmi árakban a szállítási költségeken keresztül árazódhatnak be, de én úgy gondolom, hogy jelen környezetben, amikor már említettek szerint kisebb az értékesítési volumen, tehát hogy kisebb a forgalom a boltokban, akkor nem valószínű, hogy ezeket az áremeléseket most fogják az árakba beépíteni. Élelmiszert úgymond muszáj venni az embereknek. Van egy olyan árszint, ami után jelentősen visszaesne a fogyasztás? Ezt a kérdést már részben érintettem egyébként. A közgazdaságtan nagyon régóta kutatja azt, hogy van-e olyan árszintje az élelmiszereknek, amikor az emberek már azt úgymond nem hajlandók megvenni. Exakt választ erre adni senki nem tudott. Mert hogy az élelmiszer az létszükséglet. Tehát ahhoz, hogy fel tudjunk kelni, el tudjunk menni dolgozni, sorolhatnám a napi tevékenységeket, ahhoz energiára van szükségünk. Ezt az energiát élelmiszerből fedezzük, és a napi szükségletemet azt be fogom vinni. Tehát nem az árszint, amit kérdez, hogy van-e olyan, ami után jelentősen visszaesne a fogyasztás, alapvetően talán azt lehet mondani, hogy inkább a fogyasztásunk szerkezetét változtatjuk meg ilyenkor. Tehát egyrészt lefelé vásárlunk, tehát azt mondjuk, hogy a gyártói márkás termék helyett megveszük a saját márkásat, ami jószerivel bertartalmilag 99%-ban ugyanaz, mint a gyártói márkás, csak azon nincsen marketing költség, sorolhatnám. A másik oldalról pedig azt mondom, hogy hát akkor bizony mondjuk a szénhidrát szükségletemet mondjuk valami olcsóbb kenyérféleségből fogom fedezni, ahelyett, hogy a rozsos bajor zeknét venném le a polcról, ami jelentősen drágább, nyilvánvalóan finomabb, de mint mondottam, a napi szükséglet kielégítésének a szerkezetében történik inkább változás. Nagyon szépen köszönjük ezeket a hasznos információkat az élelmiszer árstop kivezetésével kapcsolatban. Héja Csabának köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm.